Közelharcot gyakorolnak az önkéntes tartalékos katonák a Vitéz Battalyanta területvédelmi ezred nyíregyházi laktanyáján. A szolgálat korábban azért jött létre, hogy kiegészítsék és olykor tehermentesítsék a hivatásos és szerződéses állományt, valamint rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén katonai szolgálatot teljesítsenek. A napokban 10 új fehértói polgár csatlakozott a tartalékos haderőhöz. A szerződéskötés alkalmával Simon Miklós kihangsúlyozta, a haza védelme össztársadalmi ügy, ennek szerves részét képezi a tartalékosok bevonása. Példát adnak a fiataloknak, és azoknak a honfitársainknak, akik áldozatot hoznak ilyen formán az országunkért. Tehát köszönöm a példamutatásukat, és köszönöm azt, hogy megértették, hogy az ország védelméért közösen kell tennünk. Nem csak a hivatásos katonáinknak, rendőreinknek dolga az ország védelme, hanem mindannyiunknak. Újfehértó polgármestere elmondta, büszkeséggel töltött el, hogy ilyen sokan készek áldozatot hozni az ország védelméért. Hosszú József hozzátette, az önkormányzat már dolgozik azon, hogy a katonai kiképzésnek Újfehértón is legyen bázisa. Ez pedig fokozhatja az érdeklődést a katonai pálya iránt. Hamarosan Újfehértón megépül az ország első honvédelmi sportközpontja, ahol együttműködve majd a honvédséggel szeretnénk minél több ilyen kiképzési gyakorlatra lehetőséget biztosítani akár a tartalékos katonáknak is, és azt is ott népszerűsíteni, hogy az emberek minél inkább fontosnak tartsák a hazavédelmét, a hazafiasságot, és tegyenek azért, hogy tudjanak segíteni esetlegesen egy olyan helyzetben, amikor szükség lehet rájuk a hazának. Az eseményen elhangzott, amíg 2010-ben mindössze 17 önkéntes tartalékos katona teljesített szolgálatot az országban. Mára ez a szám már megközelítette a 6000-et. A magyar kormány és a honvédség közös törekvése, hogy tovább bővítse a tartalékos szolgálatot. A hosszú távú cél, hogy minden járás rendelkezzen legalább 100 önkéntes katonával.